A fű olyan puha, mint a cérna metélt. Erre emlékeztet engem a fű. Azt hiszem, ilyen, de nem tudom. Születésemtől fogva vak vagyok. Egy betegség miatt, amit Léberféle veleszületett vakságnak hívnak. Sokan kérdezik, hogy nehéz-e vaknak lenni, vagy félelmetes-e. De nem az. Nekem ilyen a normális élet. Volt idő, amikor mérges voltam azért, mert vak vagyok. Szerettem volna én is sminkelni magam, hogy szebben nézek ki. Nagyon szerettem volna tükörbe nézni, hogy lássam, milyen vagyok, de nem tudtam. Az Úr szólt hozzám, hogy belül igenis szép vagyok, és nem kell azzal törődnöm, hogy milyen vagyok kívülről, hiszen ő az egyetlen, aki megmondhatja, milyen vagyok. A tükör nem. Néha úgy érzem, hogy teher vagyok másoknak. Néha azt szeretném, hogy ne kelljen nekem annyit segíteni, bárcsak ne kéne másokra szorulnom. Megy egyedül. I'll break too. Talán ha látnék, nem biztos, hogy a hitem ilyen erős lenne. Egy vakembernek teljesen rá kell bíznia magát az Úrra. A hitünk sokkal valóságosabb lesz, mert megszoktuk, hogy nem látjuk a dolgokat. Megszoktuk, hogy higgyünk valakinek, akit nem látunk. Például az anyukámnak. Őt nem látom. Hallhatom őt, de ha éppen nem hallom, és ugye nem is látom, mégis tudom, hogy ott van. Szóval nekem azt hiszem könnyebb tudnom és megértenem, hogy attól, hogy nem látom Istent, attól még létezik. Azt hiszem sokat kell tenni azért, hogy hitben és ne látásban járjanak az emberek. Nagy vágyam, hogy segítsek az embereknek, de úgy érzem vakként korlátozva vagyok ebben. Viszont Isten adott tehetséget, hogy énekeljek neki és a dicséretet vezessem. Azt hiszem, ezzel segítek az embereknek, és ezért nagyon hálás vagyok. Örülök. És olyan nagy a várakozásom, mert tudom, hogy az első arc, amit meglátok majd, az Jézusé lesz. Ez a legfontosabb nekem az egész világon.